Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a részben arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul rajzfilm sorozatokból. 4, azaz 4 darab rajzfilm sorozatot szeretnék a figyelmedbe ajánlani, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy fejleszd velük az angol tudásodat. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára. Tudod, én azért vagyok itt, hogy minden magyar ember jobban beszéljen angolul. Ha pedig szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor lent nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis, hogy miért és hogyan tanulj angolul rajzfilmekből. Nos, nemrég én egy barátommal beszélgettem ugyanerről a témáról, és ő azt mondta, hogy őt egyáltalán nem érdeklik a rajzfilmek, azok gyerekeknek valók. És én azt látom, hogy még mindig elég sok felnőtt gondolkodik így, tehát hogy van valamilyen nagyon szilárd beton határvonal a rajzfilmek és az élőszereplős filmek között, és őket a rajzfilmek nem érdeklik. Nos, én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem igaz. Vannak olyan rajzfilm sorozatok, például a Simpson család vagy a Family Guy, ami kifejezetten a felnőtteknek készül, de a gyerekeknek szóló rajzfilmek is nagyon jók és alkalmasak arra, hogy egy felnőtt angolul tanuljon belőlük, és fejlessze az angol nyelvtudását. Tehát vannak ezekben a filmekben olyan egyetemes tartalmak és egyetemes témák, mint például a barátság, a szerelem, a feláldozás, vagy a veszteség, vagy a bátorság, ami érdekes lehet egy felnőtt néző számára is. Nos, akkor szedjük össze, hogy miért mondom azt, vagy miért gondolom azt, hogy nagyon jól lehet a rajzfilmekből tanulni. Az első és legfontosabb szempont a kiejtés. Azok a szinkron színészek, akik leszinkronizálják az Egyesült Államokban vagy Angliában ezeket a sorozatokat, általában nagyon-nagyon szépen és nagyon-nagyon tisztán beszélik az angol nyelvet, ezért könnyű megérteni őket még a kezdő nyelvtanulók számára is. Második számú szempont, nagyon sok a párbeszéd ezekben a sorozatokban, tehát a mindennapi életből vett valós szituációkkal és valós helyzetekkel találkozhatsz. Harmadik számú szempont, nagyon sok az ismétlés. Tehát ugyanaz a szó, ugyanaz a kifejezés, vagy ugyanaz a mondatszerkezet nagyon gyakran előkerül az adott epizódban, és ezért ideális arra, hogy rögzüljön, hogy rögzítsd a saját magad számára. Negyedik számú szempont a hossz. Tehát ezek a sorozatok, ezek a rajzfilm epizódok általában 20 percesek, tehát nem rabolnak el túl sok időt az életedből. Ha esetleg fáradt vagy este, amikor hazaérsz a munkából, és egyáltalán nincs kedved már egy angol tankönyvet elővenni, akkor is nyugodtan és könnyedén ráveheted magad arra, hogy megnézz egy 20 perces angol nyelvű rajzfilm sorozatot. És az utolsó szempont pedig a szórakozva tanulás, ez nekem az egyik vesszőparipám, tehát ezek a rajzfilm sorozatok arról szólnak, vagy azon van a hangsúly bennük, hogy szórakozva tanulj, akár csak a vígjátékokban, tehát nem jelenthet számodra gondot egy, vagy akár több epizód megnézése egyedül, vagy a családi körben a gyerekekkel együtt. És akkor, ahogy ígértem, nézzük azt a 4 rajzfilm sorozatot, amit én mindenképpen szeretnék a figyelmedbe ajánlani angol tanulás szempontjából. Az első sorozat a Dexter's Laboratory, vagyis a Dexter laboratóriuma. Nos, Dexter ugye egy nagyon fiatal és ifjú gyerek zseni, aki a házukban rendelkezik egy szupertitkos laboratóriummal, ahol hihetetlen technikai újdonságok egész sorát találja fel, pontosabban találná fel, hogyha a nővére, Didi nem keserítené meg az életét a kotnyereskedésével. Tehát a történet ebben a sorozatban mindig az újabb és újabb találmányok körül bonyolódik, A sorozatnak a sava borsát pedig az adja, hogy Dexter jóval intelligensebb, okosabb és érettebb a koránál, tehát egy sokkal szebb, választékosabb és összetettebb angol nyelvezetet használ, mint a körülötte lévő emberek és a körülötte lévő gyerekek, akik nagyon gyakran nem is értik őt. Úgyhogy, és ráadásul van egy nagyon enyhe német akcentusa, úgyhogy nagyon-nagyon jól lehet angolul tanulni és szórakozni ebből a sorozatból. A második számú sorozat, amit szeretnék a figyelmetbe ajánlani, szintén inkább a vígjáték kategóriába tartozik, ez pedig az Inspector Gadget, vagyis a Vigyófelügyelő című sorozat. Nos, ez a sorozat egy félig ember, félig robot felügyelő, vigyófelügyelő kalandjait meséli el, aki leginkább a Rózsaszín párduc sorozat Jacques Clouseau felügyelőjére emlékeztet. Ő is ugyanolyan ügyetlen, ugyanolyan félszeg, ugyanolyan csetlőbotló, mint a francia nyomozó, mégis magát egy rettenthetetlen és nagyon magabiztos nyomozónak látja, aki egy gonosz szervezettel és annak ármánykodásával harcol minden egyes részben. A bűnügyek nagy részét nem ő oldja meg, hanem a nagyon okos, eszes, fiatal unokahúga Penny, úgyhogy aki szereti ezeket a nyomozós, vicces, kicsit James Bond-szerű akciófilm sorozatokat, az semmiképpen ne hagyja ki ezt a rajzfilm sorozatot. A harmadik sorozat az én egyik személyes kedvencem, amiből annak idején én is nagyon-nagyon sokat tanultam angolul, mert rendszeresen néztem ezt a sorozatot, ez pedig a Batman the Animated Series, vagyis Batman a rajzfilm sorozat. Ez a sorozat a 90-es évek elején, 92 és 95 között futott az amerikai televízióban, nagyon sikeres volt, több Emmy-díjra is jelölték, és természetesen Batman kalandjait meséli el. Erre a sorozatra nagyon erősen hatott a 89-es és a 92-es Tim Burton féle Batman film, tehát a Batman és a Batman visszatér, akinek ennek a két filmnek a képi világa és az érzés világa bejött, mint például nekem, azoknak mindenképpen ajánlom ezt a sorozatot. Nagyon sötét, nagyon komor, nagyon borús sorozat, egyáltalán nem olyan vicces és könnyed, mint az előbb említettek. Műfaját tekintve ez valahol az akciófilm, a kalandfilm, a bűnügyi sorozat, a filmdráma és a sci-fi határmesdjéjén helyezkedik el, és külön érdekessége, ami miatt én is, meg mások is nagyon szerettük ezt a sorozatot, hogy világhírű amerikai színészek egész sora kölcsönözte a hangját a rajzfilm sorozatban felmerülő pozitív vagy negatív karaktereknek. Ha érdekel téged ez a lista, a Wikipédián megtalálod, például Mark Hamill, ugye, aki Luke Skywalkert alakította a Star Wars sorozatban, ő kölcsönözte a hangját például Jokernek, de nem ő az egyetlen, tehát nagyon sok híres színész hangja megfordul a sorozatban. Akinek tetszett ez a klasszikus, régi, sötét Batman, annak mindenképpen ajánlom ezt a sorozatot. És végül a negyedik javaslat, nézzünk valami könnyebbet és lájtosabbat a végére, ez pedig a Young Justice, vagyis az Igazság Ifjú Ligája című rajzfilm sorozat. Ugye mindenki hallott már Batmanről és Supermanről, de mi a helyzet a fiatalabb akcióhősökkel? Nos, ez a sorozat, ez a rajzfilm sorozat épp rájuk fókuszál. Ezek az epizódok is tele vannak párbeszéddel, akcióval, történésekkel, de szerepelnek benne a mindennapi élettel kapcsolatos problémák és kihívások, például a barátság, a párkapcsolat, stb. 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 A dialógusoknak a többsége nagyon természetes, nagyon könnyen lehet belőlük tanulni, és nagyon egyszerű kihallani belőlük az új szavakat és az új kifejezéseket. Úgyhogy, ha téged érdekelnek a rajzfilm sorozatok, akkor mindenképpen kezd el nézni vagy az egyiket, vagy akár az összeset egymás után. Nos, a videó végén köszönöm, hogy megnézted ezt a rövid filmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!